harca az emberkereskedelem ellen. Egy úgynevezett shelter, azaz védett házat szeretne kialakítani az ország keleti részében egy nyíregyházi szociális egyesület. Csökkent a díjazás, kevesebbet fizetnek a vérplazmáért, új kormányrendelet szabályozza a plazmaadás után járó költségtérítés mértékét. Emmy-díjas előadó, Christian Piccolini volt skinhead vezér a Debreceni Egyetem egészségügyi karának nyílt napján beszélt életéről, a változás és változtatás lehetőségeiről. Egy úgynevezett shelter, azaz védett házat szeretne kialakítani az ország keleti részében egy nyíregyházi szociális egyesület. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ezekben az emberkereskedelem áldozatainak biztosítanának elhelyezést és segítenék a bántalmazottak reintegrációját. Az alapítvány a Holland Nagykövetséggel és több más szervezettel is együttműködik az emberkereskedelem megállításában és a nők védelmében. Kerekasztal beszélgetést tartottak a Szent Atanász Katolikus Hittudományi Főiskolán, amelyen az emberkereskedelem elleni küzdelemhez kapcsolódó szervezetek tanácskoztak. Az egyház is segít ebben a problémában, ugyanis a hit a bajba jutottak és a rászoruló emberek fontos eszköze, közölte a nyíregyházi egyházmegye apostoli kormányzója. Örülök, hogy az egyház részéről mi is képviselhetjük segítő szándékunkat. Örülök, hogy az emberi segítség mellett az egyház is az imádsággal, a lelki vigasztalással és segítségnyújtással be tud kapcsolódni ebbe a krisztusi, mondhatnám, krisztusi feladatba. A nyíregyházi segítőkész 2003 szociális egyesület 15 ezer eurós támogatást nyert az emberkereskedelem elleni fellépés segítésére a Holland Nagykövetség által kiírt pályázaton. Régebben van együttműködés Magyarország és Hollandia között az emberkereskedelmi küzdelem elleni küzdelem terén. A rendőrség együtt dolgozik, hogy a kriminális világ visszaszorítanak, de azt mondjuk koncentrál arra, hogy azok, akik foglalkoznak ilyen bűnügyekkel, börtönbe kerülhetnek. Ez arra célzott, hogy elkerüljük azt, hogy emberek belépnek abban a csapdába. A magyar lányokat szexuális munkavégzésre legtöbb esetben Hollandiába, Svájcba vagy Belgiumba viszik. A szegénységből való menekülés miatt ösztönzően hat rájuk a magas kereseti lehetőség, ezért hagyják el az országot, hangzott el a konferencián. Sokszor azonban emberkereskedelem áldozatává válnak és nem tudnak hazajönni. A Nyíregyházi Egyesület 2009 óta vesz részt az emberkereskedelem elleni küzdelemben, most egy könyvet is kiadtak. Ez a könyv bemutatja első részében elméleti síkon feltárjuk és bemutatjuk azokat a problémákat, ami megjelenik. Bemutatjuk azt a kampányt, amit általános iskolás gyermekek részére már több száz iskolában, több ezerre tehető az a fiatal, akinek ezt a kampányt bemutattuk. Ezen felül azokat a képekkel is illusztráljuk, amiket megtapasztaltunk, és amit szeretnénk feléjük közvetíteni. Mi az a probléma, ami elé nézhetnek, és ugye ennek az elsődleges célja az, hogy ne kerüljenek ki. Az egyesület másik célja egy úgynevezett shelter, azaz védett ház létrehozása az ország keleti részében. Ezek a bántalmazott lányok, illetve nők és anyák biztonságos elhelyezését szolgálják, illetve biztosítják számukra a reintegráció lehetőségét. Erre főleg azért lenne szükség, mert a legtöbb magyar lány Borsoda, Baújzemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből esik áldozatul. Baracsi Endre közgyűlési alelnök úgy nyilatkozott, a ház létrehozására a forrást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program biztosít. A megyei önkormányzat zászlójára tűzte ki azt a célt, hogy azokban a szociális programokban, amelyek jelenleg futnak, legyen ezek akár pályázati programok, vagy alapítványok, egyesületek által végzett szociális tevékenységek, azokban mindenképpen részt vegyem. Ezért az EFOP pályázatokat is szeretnénk kihasználni, amelyek jelenleg futnak. Éppen a múlt héten volt egy konferencia, amely pontosan ezt a célt segített megvalósítani. A segítőkész 2003 szociális egyesület a kiadványokkal is különböző reklámokkal minél szélesebb körben szeretné felhívni a fiatalok figyelmét az úgynevezett 21. századi rabszolgaság, azaz az emberkereskedelem veszélyeire.
Kevesebbet fizetnek a vérplazmáért, új kormányrendelet szabályozza a plazmaadás után járó költségtérítés mértékét. A vérplazmát gyógyszer alapanyagként gyűjtik Magyarország több nagyvárosában, többek között Nyíregyházán is az erre specializálódott cégek. A donorok azonban január elejétől kevesebbet kaphatnak a plazmáért. Az eddigi átlagosan 6-8 ezer forint helyett mintegy 3500 forintot fizetnek a központok, a költségtérítési listák bárki számára elérhetőek, nyilvánosak. A vérplazma a vér halványsárga színű folyadék összetevője, ahogy ez a kisfilm is mutatja, 90%-a víz, 2%-át ásványi anyagok, zsírok és hormonok, 8%-át pedig fehérjék alkotják. A vérplazmát gyógyszer alapanyagként gyűjtik Magyarország több nagyvárosában az erre specializálódott cégek. Nyíregyházán két plazmaközpont is van, mindkettő egy-egy bevásárlóközpontban működik. A cégeket megkerestük, ám nem nyilatkoztak az őket és a plazmaadókat is érintő változásokról. Én rendszeres véradó vagyok, tehát már nagyon-nagyon régóta, több mint 10 éve, és mikor a lehetőség nyílt arra, hogy Nyíregyházán vérplazmát is lehet adni, akkor természetesen én is ezt megtettem, és örültem is ennek a lehetőségnek, segíteni lehet ezzel a dologgal. És tulajdonképpen ez egy nagyon jó működő rendszer volt, szerintem mindkét fél, akár a plazma központ, akár a donorok is elégedettek lehettek, hiszen a plazma központ azt láthatta, hogy nagyon sokan adnak vérplazmát, a donorok pedig azt láthatták, hogy ennek van egy ellentételezése, ami véleményem szerint nagyjából megegyezett például az Ausztriában adott összeggel, költségtérítéssel. Ausztriában kb. 20-25 eurót adnak egy vérplazma adásért, és körülbelül ez az összeg nagyságrendileg ennyi volt itt is, és hogy ebben történt változás januártól, amikor megjelent egy rendelet, melynek köszönhetően nagyjából a felére csökkentették ezt az összeget. Az eddigi átlagosan 6-8 ezer forint helyett mintegy 3500 forintot fizetnek a plazmáért a központok, a költségtérítési listák bárki számára elérhetőek, nyilvánosak. A plazmaadás önkéntes alapon működik, azonban a költségtérítés ösztönző erővel bír. A változtatásokat, szabályozást tartalmazó rendelet szerint csak az adhat plazmát, aki évente legalább egyszer vért is ad. Nyíregyházán tartott előadást az amerikai ex-skinhead vezér. Christian Piccolini ma már másokat ment ki a szélsőségesek köreiből, elismert író és Emmy-díjas televíziós lett. Piccolini a Debreceni Egyetem egészségügyi karának nyílt napján beszélt életéről, a változás és változtatás lehetőségeiről. A Debreceni Egyetem egészségügyi karának valamennyi szakával és egészségügyi oktatási eszközökkel is megismerkedhettek az érdeklődő középiskolások az intézmény nyílt napján. 4 alapszak, 7 szakirányára tudnak jelentkezni a hallgatók. Igazából az utóbbi években a két legnépszerűbb szakunk ugye a mentőtiszt és szülésznő szak volt, de a védőnő szak iránt is elég sokan érdeklődnek. A leendő védőnők többek között babákkal gyakorolhattak a nyílt napon, az ápolók műkézen mérhettek vérnyomást, de volt, aki újraélesztést tanult. A nagy előadóiban pedig tájékoztatást kaptak az érdeklődők a szakokról, költségtérítési díjakról, kollégiumi elhelyezésről. A legtöbb érdeklődőnek tetszett a nyílt nap. Mindig is nagyon szívügyem volt az egészségügy, mivel édesapám és édesanyám is egészségügyi dolgozó. Elvégeztem Debrecenben egy OKS képzést, felnőtt ápoló szakon, most fogom elvégezni az éven, és hát mindig is jobban foglalkoztatott az ilyen pörgősebb része az egészségügynek, ezért a mentőtiszti képzést szeretném megpróbálni. A nyílt napon többek között Christian Piccolini, amerikai, egykori skinhead vezér is előadást tartott, mint mondta, nehéz gyermekkora volt, olasz bevándorlók gyermekeként, alacsony fiúként Amerikában igen nehéz volt a beilleszkedés. Majd 14 éves korában egy olyan férfival ismerkedett meg, aki önállóságot, hatalmat és az elnyomás megszűnését ígérte, miközben neonáci és rasszista ideológiát adott át a fiatal Piccolininek. Az őt beszervező férfi börtönbe kerülése után mindössze 16 évesen lett skinhead vezető, jóval később döbbent rá, hogy eszméi megkérdőjelezhetőek. Pár éve megalakítottam a Life After Hate, azaz az élet a gyűlölet után nevű szervezetet, amely segít az embereknek elhagyni különböző extrém nézetű csoportokat, szélsőséges köröket. Ez nagyon fontos, én is 22 év után léptem ki Amerika egyik legnagyobb neonáci mozgalmából, amit én segítettem felépíteni vezetőként.
Piccolini hozzátette, főként a fiatalokra, kamaszokra kell nagy figyelmet fordítani, hiszen nem mindegy, hogy életük fontos szakaszában kik próbálják őket befolyásolni. Vásárosnamény és Kisvárda után csütörtökön Nyíregyházán a Megyeházán tartották az Értékes Barangolás elnevezésű vetélkedő harmadik középdöntőjét. Összesen 6-4 fős csapat általános és középiskolás diákok mérhették össze tudásukat a játékos szellemi versenyen. A megyei önkormányzat rendezvényének célja, hogy a fiatalok közelebbi ismereteket szerezzenek a magyar kultúra értékeiről, különös tekintettel a magyar nemzeti és a megyei értékekre, valamint a hungarikumokra. Hangszerfelismeréssel kezdődött az Értékes Barangolások elnevezésű vetélkedő harmadik középdöntője a Megyeházán. Emellett a népművészet, az épített és természeti örökségeink, a gasztronómia, híres emberek vagy éppen a hungarikumok témaköreiben kellett megmutatni tudásukat a diákoknak. Timiék az Rényílon a gimnáziumból érkeztek. Mindig is érdeklődőek voltunk, és maga a téma fogott meg minket. Közösen készültünk fel, mivel mindannyian kollégisták vagyunk, gyakran összeültünk és a felkészülési segédletet is lapozgattuk. A verseny nagyon népszerű volt, hiszen összesen 69 csapat jelentkezett a megyéből. A megmérettetésre nagyon komolyan készültek a diákok. Nyugodt szívem mondhatom, hogy nagyon felkészültek voltak a gyerekek. Tehát mi is örömmel tapasztaltuk azt, hogy úgy jöttek el ezekre a középdöntőkre, hogy valóban tudást birtokoltak, olyan tudást, amely megmutatható tudás volt és érzékelhető tudás. Úgyhogy a zsűri tagjaival bizony sokszor mi is meglepődtünk azon, hogy egy-egy csapat mennyire felkészült és mennyire aktív és mennyire ügyes. Úgyhogy látszik, hogy maga a téma az egy olyan téma, ami iránt fogékonyá lehet tenni a fiatalokat, a gyerekeket. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez most ugye az első vetélkedő, de nem ez lesz az utolsó majd itt a vetélkedők sorában, úgyhogy reméljük, hogy jövőre találkozunk egy hasonló sorozat alkalmából. A vetélkedő a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósul meg. A hungarikum törvény alapján a megyei önkormányzatok az a koordináló szervezet, amely számon tartja, rendszerezi a hungarikumokat, és olyan pályázati kiírásokra is van lehetőség, illetve pályázati programokon való részvételre van lehetőség, amely népszerűsíti ezt a gondolatot. Én azt gondolom, hogy a fiatal korcsoport az nagyon fogékony, és nem véletlenül választottuk a fiatalokat az ezévi pályázati programok célcsoportjával. A döntőn helyezést elérő csapatok az értékes ajándékutalványok mellé állatkerti belépőt is kapnak. A döntőt 3 általános iskolai és 3 középiskolai csapat részvételével február 8-án tartják. A Vizsolyi Biblia nyomtató műhely korabeli nyomdagépét tekinthetik meg a látogatók a nyíregyházi Betlen iskolában. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Történelmi győzelmet aratott a Szolnok ellen a nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a Superliga 12. fordulójában hazai pályán 5-3-ra nyert a vendégek ellen, így először bizonyult jobbnak a tiszapartiaknál a legmagasabb osztályban. 2 felkészülési mérkőzésen már túl van a nyírbátori futballcsapat, amely tavasszal szeretné kiharcolni a bennmaradást az NB3-ban. Jelentős változás nem lesz a játékos keretben, eddig 1 labdarúgó távozott és 2 érkezett Ambrusz Árpád együtteséhez. A Vizsolyi Biblia nyomtató műhely korabeli nyomdagépét tekinthetik meg a látogatók a nyíregyházi Betlen iskolában. Az intézmény a reformáció 500 éves évfordulójára készített tárlatot, ennek kiegészítéseként érkezett a nyomdagép Nyíregyházára. A most elkészült vándorkiállítás a tervek szerint országjáró körútra is indul majd. Ez a 25 rollábból álló tárlat mutatja be a reformáció fontos pillanatait. A nyíregyházi Betlen Gábor iskola 600 ezer forintos támogatást nyert a kiállítás elkészítésére a 2014-ben alakult Reformációs Emlékbizottságtól. A reformáció 500 éves évfordulója alkalmával úgy gondoltuk, hogy nekünk, mint Betlen Gábor oktatási intézménynek is egy színvonalas programmal illő, hogy megemlékezzünk erről a jeles évfordulóról, hiszen az iskolának a névadója Betlen Gábor szintén a reformáció korában élő erdélyi fejedelem volt, aki maga is istenfélő emberként, bibliaolvasó emberként vonult be a köztudatba. Ezt az elhatározásunkat egy pályázat is támogatta.
A tárlatot Kulcsár Ádám történész és Gulyás Csaba történelem tanár 10 diákkal együttműködve készítette el. A szakmai anyag összegyűjtése és megírása körülbelül fél évig tartott, már nyáron elkezdték a munkálatokat, hangzott el a kiállítás megnyitóján. Egy különlegességet is láthatnak az érdeklődők az intézményben. A Vizsói Biblia nyomtató műhelytől egy korabeli nyomdagépet is hoztak a tárlathoz. Az első teljes magyar nyelvű biblia több mint 420 évvel ezelőtt készült, amely nem csak a magyar nyelv, hanem a református egyház számára is jelentős alkotás. A Vizsói Bibliát ugye 1590-ben nyomtatták ki, és a reformáció az nagyon jó apropót adott arra, hogy elmenjünk Vizsolyba többször, megnézzük a Vizsói Bibliának az eredetiét, és ott ismerkedtünk meg Daruka Mihállyal, aki felkarolta ezt az ügyet, és elhatározta, hogy a reformáció évfordulójára ő 200 Bibliát kinyomtat. És ez a kapcsolat, ez körülbelül 2 évre nyúlik már vissza, és akkor jött az az ötlet, hogy mi lenne, ha őt meghívnánk ide, és aztán ő ajánlotta fel, hogy mi lenne, ha ő meg nem csak eljönne személyesen, hanem hozna magával egy korabeli nyomdagépet is, amit itt aztán ki lehet próbálni, meg lehet nézni. Gulyás Csaba hozzátette, a tárlat tovább megy majd a Bethlen Gábor iskolából, már nyíregyházi és határon túli intézmények is jelezték, hogy helyszínt biztosítanának neki, de a tervek között az is szerepel, hogy országjáró vándorkiállítás lesz majd. Az iskolákban nem csak a rollapokat viszik majd el, hanem tárlatvezetőket is képeznek majd az új intézményekben. Történelmi győzelmet aratott a Szolnok ellen a nyíregyházi Tekeklub együttese. Az NTK a Szuperliga 12. fordulójában hazai pályán 5-3-ra nyert a vendégek ellen, így először bizonyult jobbnak a tiszapartiaknál a legmagasabb osztályban. Minden sportágban fontos a jó évkezdés, és a nyíregyházi tekézők a Szolnok elleni mérkőzésen tettek is arról, hogy jól kezdődjön számukra az esztendő. A Szuperligában még soha le nem győzött rivális ellen az első sorban Szlovenszki Tibor megszerezte a csapatpontot, míg Magyarorsi Péternek ez nem sikerült. A középső sorban a Hakker Dezső Kastúra Zsolt páros is jobbnak bizonyult ellenfelénél, így a hazaiak 3-1-es és 136 fás előnnyel várhatták a zárókört. Bár Finta Zoltán is Szegő Levente nem szerzett pontot, a fákat tekintve tartották a lépést ellenfeleikkel, így 5-3-as történelmi nyíregyházi győzelemmel zárult a találkozó. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzésre van kilátás, mivel a szolnoki csapat jelenleg a 4. helyen áll. Tavaly is a 4. helyet szerezte meg, és ezzel a NBC kupán vett részt. Úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk megszólítani őket. Jól is kezdtük a mérkőzést, voltak egyéb problémáink, itt a Szlovenszki Tibor sérülése bajlódott, és nehezen tudta ezt az akadályt venni, de szerencsére megszózta az első sorba a pontot. A középső sorra úgy gondolom, hogy sikerült megnyugtató előnyt szerezni, és sikerült begyűjteni a 2 pontot, amivel a utolsó sor, záró sorra 160 fás előnnyel mentünk fel, és 3-1-re vezettünk, és úgy gondoltuk, hogy zsebben a mérkőzés. Egy kicsit van hiányérzetem, mert az utolsó sor nem úgy hozta az eredményeket, hogy én vártam, és akár simább győzelem is lehetett volna. A jó évkezdés mellett azért is fontos volt a nyíregyháziak számára a győzelem, mert így csökkent a csapatra nehezedő nyomás. A következő hazai mérkőzésekre majd nyugodtabban tudunk készülni a velünk egy szinten lévő csapatokkal szemben. Most azonban 3 olyan mérkőzés következik, sorozatban a Répcel, az Alegerszeg idehaza, majd a szegedi csapat idehaza, amin abszolút esélytelenek vagyunk. Itt nyugodtan tudunk majd edzeni, mert valószínűleg ezt edzőmeccsnek kell majd sajnos tekintenünk, mert nem vagyunk egy szinten ezekkel a csapatokkal, és azután jönnek majd a nagyon fontos újabb hazai mérkőzések, a fő riválisaink. Úgyhogy mindenképpen nyugalom van, és most már tényleg valóban nem feszülten, mint ahogy ezt a bajnokság első nagy felébe tettünk, nem feszülten, nyugodtan tudunk készülni majd a igazán fontos meccsekre. A Szuperliga tabelláját a 23 pontos Répcelak vezeti, megelőzve a 22 pontos Szegedet és a 21 pontos Zalaegerszeget. A nyíregyházi Tekeklub 6 ponttal a 10. a 12 csapatot számláló mezőnyben. 2 felkészülési mérkőzésen már túl van a nyírbátori futballcsapat, amely tavasszal szeretné kiharcolni a bennmaradást az NB3-ban. Jelentős változás nem lesz a játékos keretben, eddig 1 labdarúgó távozott és 2 érkezett Ambrusz Árpád együtteséhez.
Az NB3 keleti csoportjának 11. helyén tölti a téli szünetet a nyírbátori futballcsapat. Az egyetlen Szabolcs-Szatmár Bereg megyei harmadosztályú együttes Ambrusz Árpád játékos edző irányításával napi 2 edzéssel készül a tavaszi folytatásra. Az elmúlt hétvégén már felkészülési meccsen is pályára léptek a bátoriak, akik Kisvárdán 6-2-es vereséget szenvedtek a 3x45 perces találkozón. Szerdán a szintén NB2-es Cigánd vendégeként 5-2-re kapott ki a szünetben, míg 2-1-re vezető nyírbátor. Persze a felkészülésnek ebben a szakaszában, főleg egy magasabb osztályú csapat ellen nem az eredmény a legfontosabb. Eddig az erőgyűjtésen volt a főszerep, meg szerintem még a következő hetekben is ez lesz, úgyhogy még igazából a csapatnak a játékán nem nagyon tudunk beszélni. A kitűzött célt azt eddig elértük, elvégeztük azt a munkát, amit meghatároztuk, úgyhogy eddig csak pozitív visszajelzéseink vannak. Túl nagy változást nem tervezünk, az eddig egy fix távozunk és egy fix érkezünk van. A Nagy Dávid távozik Tiszaújvárosba, és a Rosszel Róbert érkezik Cigándról. Hétközben még egy Cigándról érkező játékos csatlakozott a nyírbátoriakhoz, a védőként és középpályásként is bevethető Kincel Ervin is az NB3-as csapatnál folytatja pályafutását, azzal a céllal, hogy hozzásegítse új együttesét a harmadosztályú tagság meghosszabbításához. A minimális célkütézés az, hogy bennmaradjunk, a maximális az, hogy minél hamarabb elérjük a bennmaradást, aztán utána majd meglátjuk, hogy a végén az mire lehet elég. A nyírbátoriak szombaton az osztálytárs Putnok otthonában lépnek pályára, majd a február 19-én Újpesten esedékes bajnoki rajtig még 3 felkészülési meccset játszik Ambrusz Árpád együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Egy úgynevezett shelter, azaz védett házat szeretne kialakítani az ország keleti részében egy nyíregyházi szociális egyesület. Ezekben az emberkereskedelem áldozatainak biztosítanának elhelyezést és segítenék a bántalmazottak reintegrációját. Az alapítvány a holland nagykövetséggel és több más szervezettel is együttműködik az emberkereskedelem megállításában és a nők védelmében. Kevesebbet fizetnek a vérplazmáért, új kormányrendelet szabályozza a plazmaadás után járó költségtérítés mértékét. A vérplazmát gyógyszer alapanyagként gyűjtik Magyarország több nagyvárosában, többek között Nyíregyházán is, az erre specializálódott cégek. A donorok azonban január elejétől kevesebbet kaphatnak a plazmáért. Az eddigi átlagosan 6-8 ezer forint helyett mintegy 3500 forintot fizetnek a központok. Nyíregyházán tartott előadást az amerikai ex-skinhead vezér. Christian Piccolini ma már másokat ment ki a szélsőségesek köreiből, elismert író és Emmy-díjas televíziós lett. Piccolini a Debreceni Egyetem egészségügyi karának nyílt napján beszélt életéről, a változás és változtatás lehetőségeiről. A Kölcsei Televízió híradóját látták január 26-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérhetik weboldalunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap párás hideg időre számíthatunk, továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat, lényeges változás nem várható. Az éjjel estig gyengén felhős idő várható, majd többfelé zúzmarás, ködés réteg felhőzet képződik. Hószállingózás, ónosztitálás egyaránt előfordulhat, a változó irányú szél gyenge marad. Reggelre általában mínusz 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben napos és borult területek váltakoznak térségünkön belül is. Többfelé párás, ködös idő várható, zúzmarázra is számítani lehet. Hószálingózás, ónosszitálás is előfordulhat. Gyenge marad a szél, délutánra mínusz 5 fokig emelkedik a hőmérséklet. A magasban zajló erőteljes melegedés miatt melegfronti hatás érezhető térségünkben. Folytatódik a hideg téli idő, általában borult lesz az ég, de lesznek derült napos területek is. A napos vidékeken erős éjszakai lehűlésre, napközben azonban 0 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk. Jelentős csapadék továbbra sem lesz, de a borult helyeken ónosszitálás, hószálingózás bárhol előfordulhat.